Schilling Magdolna vagyok, egy súlyosan halmozottan fogyatékos, 40 éves fiatalembernek az édesanyja, és a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak az elnöke. Az alapítványunkat olyan szülők hozták létre 26 évvel ezelőtt, akik súlyos halmozottan fogyatékos gyereküket gondozzák otthon. Nekem soha nem jutott eszembe az, hogy Ferit beadjam intézetbe. Megnézettünk néhány olyan intézetet, ami a közelünkben található, tehát Pest megye közelében, és akkor szembesültünk olyan tényekkel, amikor azt mondtuk mi szülők, hogy a mi gyerekeink ide nem kerülhetnek. Az a kérdés, a fő kérdés, hogy mi lesz velük, hogyha mi már nem leszünk. Néhány évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy nagyon szeretnénk egy támogatott lakhatást. Ez azt jelenti, hogy nem tömegintézetekben élnek a fogyatékosok, hanem vagy családi házba, vagy lakásokba. Maximum 12 fő élhet így, és attól függ, hogy milyen fogyatékossága van az illetőnek, több vagy kevesebb segítséget kap. Közel természetesen a családtagokhoz, tehát a családtagok bármikor meglátogathatják őt. Nem csak Budapesten nincs, egyáltalán nincs olyan támogatott lakhatás, ahol súlyosan halmozottan fogyatékost gondoznak. A magyar állam kötelezettsége, hogy létrehozzon támogatott lakhatás súlyosan halmozottan fogyatékosok számára, de ennek a kötelezettségnek az állam nem tesz eleget. Ezért mi szülők úgy gondoltuk, hogy akkor összefogunk, és valamilyen segítséggel ezt megpróbáljuk előteremteni. Szeretnénk egy házat, ahol a gyerekeink akkor is biztonságban lesznek, ha mi már nem vagyunk.